www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang. Üdvözlöm a Magyar Szigetnek a hallgatóit. Bemutatnám a Team Rock Band együttesnek a gitárosát, vezetőjét. És első kérdésem, illetve hát egy ilyen régi megállapításom az, hogy nem csak 1982 óta ismerem a Felit, hanem mostanában egy jó pár éve, de mivel a zenekar 1982-ben alakult, ha jól tudom. Így van, így van. Hát először is sziasztok, köszöntök én is mindenkit innen a Magyar Szigetről. Bizony, nagyon, nagyon régi zenekarról van már szó, de tulajdonképpen még középiskolás korunkban alakultunk, valamikor a 80-as évek elején, hát körülbelül mi is egy 82-től számoljuk az igazi megalakulás, mert ugyanis akkor vettük föl a Team nevet, és hát többszöri átalakulás, tagcsere után jutottunk el tulajdonképpen a mostani fölállásig, ami már évek óta viszonylag stabilnak tekinthető. És a Magyar Szigeten mióta játszottok? Hát a Magyar Szigeten most játszunk először. Kicsit sajnáljuk is, hogy eddig nem jutottunk el ide. Igazándiból még sok mindent nem tudok róla mondani. Elég későn értünk ide este, tehát már itt a környéket, a környezetet nem tudtuk igazándiból megnézni, de hangulat azért átjön. És el kell mondani, egy picikét csúszik a műsor, mert ugye már a Teamnek most kellett volna kezdeni, és hát nem tudom, valami úton módon most még az ismerős arcok játszik, és hát valószínű, hogy aki hallgatja az adást, akkor az biztos majd fogja hallani, egy jó másfél órás csúszás lesz. De akkor a zenekarról beszéljünk, hogy egyáltalán milyen stílusban, miket játszik ez a zenekar, tehát ugye hagyományos hard rock felállásban játszotok. Így. Tehát szólogitár, basszusgitár, dob, Hammond, orgona, ezt igen, kell hangsúlyoznom. És ének. És ének a Kósa Zsolti, és a Hammond az nem véletlenül. Így van, így van. Hát mi magunkról mindig azt szoktuk mondani, hogy így van, hogy hagyományos, tradicionális rockzenét játszunk. Természetesen saját szerzeményeink is vannak, de elsősorban mi nem saját szerzeményeket játszunk. Műsorunknak a javarészét, nagy részét, például Radics Béla régi szerzeményei, így van teszik ki, a Taurus, illetve a Sakmat, illetve azoknak a zenekarok, amiben ő annak idején játszott, illetve akkor íródott szerzeményei. Van is nekünk tulajdonképpen, illetve volt egy ilyen műsorunk, egy Radics Béla emlékműsor, egy emlékkoncert annak idején, az volt 3 évvel ezelőtt. 2005. október 22-én is kirett adva egy DVD-s. Petőfi csarnokban, így van, illetve utána volt tulajdonképpen egy országos turnéra vitték ezt a műsort, ami lehet azt mondani, hogy egész jól sikerült. És annyit a Teamre még el kell mondani, hogy nem csak Radics dalokat, hanem az összes Taurus számot játssza a Team együttes, tehát gyakorlatilag egy Radics Taurus, hát hogy ilyen csúnya angol szóval coverben, de nem csak Radics Taurus, hanem Deep Purple is. Így van. Tehát nem csak magyar előadóktól, szerzőktől játszunk számokat, hanem több ismert külföldi zenekartól is, többek között a Deep Purple, az egyik kedvencünk, elég sok számot játszunk tőlük is. Nyilván itt a Magyar Szigeten elsősorban, illetve kizárólag magyarul szeretnénk megszólalni, és úgy állítottuk össze a műsort, a repertoárt, hogy most ebben a műsorban csak magyar nyelvű, magyar szövegű nóták fognak elhangzani. És hát kapcsolódva a Magyar Szigetnek a hagyományaihoz, a Szigetnek a szellemiségéhez, két olyan nóta is szerepel a programban, amelyek ugye az egyik a Viki Dágyula féle, illetve az MHV-nek a így száma. Van. Így van, a Szegény Magyarország című dal, illetve a Team részéről, a mi részünkről tulajdonképpen egy ős bemutató is lesz, ugyanis a Nemzeti Dalt is játszani fogjuk, amit most ezen a színpadon fogunk először előadni, ugyanis ez a dal eddig nem volt. Ez a Tolcsvai, itt hát a fonográféle változat, a koncert változatnak a Team változata. Egy kicsit tímes átdolgozása. Kicsit keményebb, de fog sikerülni valószínű. Én még nem hallottam, de hogy hallom a próbák alapján a srácoktól, a zenészektől, hát reméljük, hogy jól fog sikerülni, hát, és reméljük, hogy a közönség is itt fog maradni ilyen sokára, hajnalra lesz majd valamikor vége. Úgy legyen. Látom, a rádiósok is bírják a strapát, a Szent Kona Rádiónak a tagjai itt vannak, és
ugye élőbe adják ezt az egész hetet ugye velem együtt, és hát remélem, hogy tehát nem csak a team együttes, hanem az összes fellépő zenekar nagy sikert fog majd itt aratni. Hát ugye ma már hallottuk a Lord együttest, nagyon jók voltak. Egy kicsit csúszik a műsor, de hát ez előfordul. Hát ez egy ilyen nagy fesztiválon ez általában be van kalkulálva, tehát nagyon, nagyon nehéz csúszás nélkül egy több zenekar föllépését úgy összehangolni, hogy az ne csúszson. És későbbi tervek a team együttesnek, tehát legközelebb lesz valamilyen koncert, tehát a Magyar Szigeten kívül majd hova mentek? Hát legközelebb, ami biztosnak tűnő föllépés, az augusztus 20-án otthon fogunk mi játszani, ugyanis a zenekar tulajdonképpen egy Eger melletti községből, faluból, Felsőtárkányból jött, illetve ott élünk, ott próbálunk, és ott lesz egy olyan többnapos rendezvény, 20. alkalmából, ahol a zenekar föl fog lépni. Későbbi tervek, tehát hogy esetleg lemez lesz? Szóval róla, nyilván nem akarok nagyon elé menni a dolgoknak, egyelőre még nem akarok elő semmi olyan dolgot mondani, mert még konkrétumok tulajdonképpen nincsenek. De a zenekar tervezi. És a stíluson belül lesz-e valami váltás, vagy esetleg más, tehát nem csak a Radis Stavros Deep Purple vonalat, mert én hallottam egy nagyon Radis számot, illetve egy Taurus számot, ami kicsit meg lesz szantanásítva, csúnya magyar szóval, tehát és én úgy tudom, vagy úgy hallottam, hogy pont a szantanát. Igen, szeretem igen. Sokak számára egy kicsit talán ellentmondásnak tűnik a dolog, hogy Deep Purple, illetve Santana. Hát Santana a másik nagy kedvenc, teljesen más stílus, teljesen más fölfogás ugye az egész. Viszont mi régebben, tehát jó pár évvel ezelőtt a zenekar megalakulása után is mi nagyon sok Santana számot játszottunk, bár Santanától is nem annyira latinos afro számokat, hanem inkább a keményebb, rockosabb számokat játszottunk. Hát a kezdeti játszottunk. Szantanát. Így van. És arról beszéltünk, hogy talán ezt a hangzásvilágot is egy kicsit vissza lehetne csempészni a műsorba, illetve nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a saját szerzeményekre. Tehát nyilván úgy jó lenne, hogyha egy koncertműsor eltolódna abba az irányba, hogy több saját nóta van, és egyre kevesebb más zenekartól átvett dal. Én hallottam egy érdekes dolgot a Horváth Attila szövegírónak volt annak idején száma, tehát amire az emberi szóval erről van szó, és igen, amire annak idején zene is íródott, és a zene az valahogy elveszett, és ti írtatok rá zenét erre a szövegre, és ahogy Attila elmondta, amikor meghallotta ezt a zenét, kísértetesen hasonlított arra 30-valány évvel korábbi zenére, tehát amikor ti még azt hiszem nagyon igen, fiatalok voltatok, illetve hát... Már általános iskolások voltunk abban az időben. De hát nem hallhattátok ezt a számot, ugye, mert nem. A Taurus koncerten nem is játszotta, tehát csak próbák alkalmával mondta az Attila, hogy próbákon játszotta a Taurus a számot, és teljesen eltűnt a zene, és teljesen gyakorlatilag azt mondja, hogy annyira kísértetesen hasonlít, hogy valami, szóval egy ilyen szöveg, mert ugye általában azt szokták, hogy először írják ugye a zenét, és utána a szöveget, és itt pont fordítva történt. Már erre még meg mindig azt mondtuk, hogy egy jó szöveg az adja a zenét. Tehát egy jól megírt szöveg, annak eleve olyan ritmusa, dallama van, hogy tulajdonképpen adta magát, hogy ezt a zenét kell, illetve ezt a hangszerelést. 33 év múlva is lehetett. Szerintem igen, mert ha esetleg valaki ismeri, vagy hallja majd ezt a szöveget, szerintem ez mindig aktuális marad. Horváth Attilának szenzációs szövegei vannak. Igen, hát Attilának tudni kell, hogy a Taurus annak idején, mikor megalakult, akkor ő volt az első szövegíró, és később ugye a Piramisba vált igazán, tehát ott is nagyon jó szövegeket írt a Piramisnak, és hát a Horváth Charlie is, hogy sorolhatnánk az ő szerzeményeit. És hát
Hát most fejezzük be azzal, hogy mikor találkozunk akkor a Team Rock benne, tehát akkor augusztus 20-án, Felsőtárkány, szabadtéri színpad, tóparti szabadtéri színpadon. Na, hát hogyha aki arra jár Felsőtárkányon, egyébként nagyon szép helyen van egyébként. Igen, igen. Egy kis parkos rész. Igen, a Bükk kapujának szokták emlegetni, gyönyörű völgyben fekszik, Eger felől, hogyha megyünk Egernek a falu a felé, kapuja, akkor, ugye, akkor egy gyönyörű völgyben fekszik, nagyon szép ott a tájjal átkép. Aki először jár, arra mindig rácsodálkozik. Igen, hát nem kell elmenni külföldre, azért ez a Magyar Szigethez kapcsolódóan, tehát itt Magyarországon is nagyon szép tájak vannak, és hát Felsőtárkány az egyik ilyen szép gyöngyszem ennek az országnak. Bajzát fel itt hallottátok a Team Rock bennek a gitárosát és a zenekarnak a vezetőjét. Sziasztok! Sziasztok, köszönöm szépen! www.szentkoronaradio.com A tiszta magyar hang.